Január 29-én került megrendezésre a Kiskunmajsai Városi Könyvtárban a Mesemondók kistérségi találkozója. A rendezvényre Csolyos Pálos, Jász Szent László Kiskunmajsai és Kömpöc legjobb mesemondói jöttek el. 10 alsó tagozatos, valamint 8 felső tagozatos diák nevezett idén a Kiskunmajsai Városi Könyvtár által szervezett mesemondók kistérségi találkozójára. A megmérettetésen minden iskola 2-2 alsó és felső tagozatos diákkal vehetett részt. Az előadásokat értékelő zsűri elnöke Parrak Szilvia, a kiskunhalasi II. Rákóczi Ferenc Katolikus Szakközépiskola magyar szakos tanárnője volt. A zsűri további tagjai Pertics Orsolya és Tótné Felföldi Zsuzsanna könyvtárosok, a kiskunhalasi Martonosi Pál városi könyvtár munkatársai voltak. A zsűri tagjai a Magyar Mesemondók Egyesülete mesemondásra alkalmazott szempontrendszere alapján értékelték a produkciókat. Fő szempontjaik: szövegválasztás, beszéd, technikai eszközök, előadói teljesítmény. Az elhangzott mesék alapján a zsűri a következő eredményt hozta. Alsó tagozatban első helyezést ért el Kócsó Jamila, Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda Kiskunmajsa. Második lett Magyar Csenge, Szent László Általános Iskola, Jász Szent László. Harmadik Péntek Zoé, Kiskunmajsa Városi Arany János Általános Iskola. A zsűri külön díjban részesítette Fűz Barbara Csolyos Pálosi tanulót. Az alsó tagozat közönségdíját Kollár Péter, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda tanulója kapta. Felső tagozatban első lett Elek Tibor, Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda. Második helyezést ért el Berceli Dorka, Szent László Általános Iskola, Jász Szent László. Harmadik helyezett Telek Péter, Csolyos Pálosi tanuló lett. Felső tagozatban a zsűri különdíját Provics Lili, szintén Csolyos Pálosi tanuló érdemelte ki. A közönségdíjat ebben a kategóriában Nyári Violetta Brigitta, a Kömpöci Szent Ágoston Katolikus Általános Iskola tanulója vehette át. A helyezések alapján a Kecskeméti Katona József könyvtárban tartandó megyei versenyre kistérségünkből Kócsó Jamila és Elek Tibor jutott tovább. A rosszasszony elleni orvosság. Magyar népmese. Hol volt, hol nem volt, talán igaz is volt. Hát volt egy szegény ember, meg a felesége. Gyűjtögették össze a pénzüket, hogy vehetnének maguknak egy bornocskát. Ha tehen köllött volna nekik, tehát annyi pénzük nem volt. No, tényleg összerakosgattak egy kis pénzecskét, ember elindult a vására, gyarmatra. Hát mikor bért gyarmatra, ugye régen gyalog mentek, hát mikor bért, látja a szerencsjátékot, hogy itt a piros, ott a piros. Nézegeti. Hű, de jó volna, ha nyert, akkor vehetne tehenet. Ha olybá kis tehen volna is, majd ezt a nevelgetné, no azt a csepp összespórolt pénzecskéjét, addig rakta, hogy a végén mind elvesztette. Jaj, nagyon megijedt. Jaj, mit szól most nekem az asszony? Ő is nagyon sajnálta a pénzét, de azt mondta, hogy ő haza nem mehet, mert az asszony őtet megeszi. Az nagyon verekedős asszony volt. Elindult be a városba, megy, oszt, beugrik a szipolyba. No, ahogy megy lecsüngetett fejjel, egyszer felemeli a fejét, hát olvassa, hogy jó szív patika. Hú, azt mondja, ez nem is bolondság, bemegyek, gondolta. Veszek valami orvosságot, hogy az asszonynak jobb szíve legyen. Bemegy, és azt mondja, adja Isten jó napot. Hát fogadj Isten, mi kő bácsika. Hát én rossz asszony ellen kérek orvosságot. Nézd rá, patikus. Mit kér bácsika? Rossz asszony elleni orvosságot. Oda lép a patikus, lesújt az embernek, innen is egy nagy pofont, onnan is egy nagy pofont. Na bácsika, vigye haza, ha az asszony betegedik, akkor használja. Né, az ember hazafelé indult. Mikor hazaért, kérdi tőle az asszony. No, ember, hon a bornyú?
Jaj, asszony! És az ember elmondta, hogy hogy járt. De leveszek egy írám, mert én nekem olyan bánatom van, hogy már alig gyűjtem az a gyarmatomat. Az ipolyba akartam ugrani. Jaj, az asszonyt úgy elöntötte a méreg, hogy veszekedett az, mint a veszedelem. Annyira, hogy ma az ember hallgatta, mert tudta, hogy bűnös. De már nem állhatta. Egyszer eszébe jött neki, hogy tényleg, hát én vettem orvosságot a patikába. Na, megsóhintotta az asszony, ahogy őt vágták pofon. Az meg rögtön felfordult. Na, jó lenne fogni a számot, mert még a hülye képes eltörni a kezemet. Az íz egye meg ennek az embernek a kezét, míg összetörítem. Gondolt együtt az asszony, azt nem szólt egy szót sem, de az ember megörült, bevált az orvosság. Telt volt az idő, nevelték a csirkéket. Mikor megnőttek a csirkék, gondolt együtt az ember. Hű, egész jó bevált ez az orvosság, a patikus meg kéne jutalmazni. Nem is fizettem érte semmit. Fogott ki a csirkét, s elvitte a patikusnak. Bemegy, s azt mondja. Adjon Isten jó napot! Hát fogadj Isten, járatban bácsika. Hát én elgyűjtem megköszönni a rossz asszony elleni orvosságot. De, azt mondja, egyik még megmaradt, egyiket ugye használtam, de a pára még megmaradt. Hely, lehúzott a patikusnak egy nagy marha pofon, amin ő csak bírt. Na, itt van a patikus úr. Ha majd valaki kér, akkor majd használja. Nézett egy nagyot a patikus, mert erre nem számított, hogy visszakerül a pofon, ahonnan egy. Ennyi volt, mese volt, vagy talán igaz is volt.